Megszólalt az ellene indított perben született alapfokú ítéletet követően Mezei János. Gyergyó Miklós egykori polgármestere kijelentette, esete jól példázza, hogyan lehet megfurcolni ártatlan embereket. Gyergyó Szent Miklós volt polgármesterére, otthonában, hajnalban törtek rá 2013. januárjában a kommandósok innen indult a kálváriája. Az ügyében most alapfokon felmentő ítélet született. Azt állítja azonban, hogy a történteket, a karrierjének derékba törését, a megkezdett városfejlesztési projektek hosszú ideig való akadályoztatását nem lehet semmisé tenni. Az én esetem bizonyítja azt, hogy egy jogállamban, Európai Unióban, egy demokráciában hogyan lehet egy embert 31 napig ártatlanul börtönbe vetni, hogyan lehet 60 napig háziőrizetben tartani, és hogyan lehet több mint másfél évig ügyészi felügyelet alatt tartani. Én azt látom, hogy, hogy bármi megtörténhet, és olyan dolgok történhetnek Romániában, amelyre nem számíthatunk. Bár a nem jogerős ítéletet július 12-éig megfelelebbezheti az országos korrupcióellenes ügyészség, az egykori polgármester optimista. Állítása szerint reményre ad okot, hogy a bíróság nem vette figyelembe a légből kapott vádakat. Az önkormányzati vezető ellen három évvel ezelőtt hivatali visszaélés és zsarolás miatt indult vizsgálat. Azzal vádolták, hogy egy olyan gyilkostói telek eladásáról kötött a adásvételi szerződést, amelyet a városa Monturist Kft-be tulajdonrészesként vitt be.